A mai napon a negyedik gyertya lángja is felragyog az adventi koszorúkon. Szimbólumaként a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogásának. A négy gyertya láng pedig azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony. Boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen szeretetet. A mai utolsó adventi ünnepen testvérvárosunk Tiszaújváros közösségének egyesülete az Énekszó baráti kör műsor összeállítását láthatják, hallhatják. A csoport Tiszaújváros legrégebbi művészeti csoportja több mint 40 évvel ezelőtt alakult. És már az évtizedek folyamán számos szervezeti átalakuláson ment keresztül, sikerük és lelkesedésük azóta is töretlen. Az egyesület karnagya Cseh Katalin, vezetője Vörös Béla. Fogadják őket szeretettel. Kedves ünneplő közönség, fogadják szeretettel az Énekszó baráti kör adventi műsorát. Először hallgassák meg Király Ilona Csengettyű szól című versét Kisné Virág Ilona előadásában. Ezután az Énekszó baráti kör előadásában elhangzik Mikola Leontovics Karácsonyi harangok, Jacques Arcadel Ave Maria, Gordon Young Alleluja, Szadéro Kicsi Jézus aludjál, Ave Maria népének, Bárdos Lajos Karácsonyi bölcsődal, Karácsonyi álom populális dal, Leonard Cohen Halleluja. Az Énekszó baráti kört vezényli és zongorán kísér Cseh Katalin. Csengettyű szól, itt járt az angyal. A belső szobában díszes fa áll. Egy gyermekkori drága emlék évek múltán is visszaszáll. Látom szüleim ifjú arcát, azt a titokzatos mosolyt. Csak nem az angyalt rajta kapták, míg a szobából kihosont. Hittünk, gyermeki igaz hittel, s a mennyország a földre tért. Mikor karácsony bűvös estén a fa a mennyezetig ért. Égből jött játék, ó, de mennyi, ember ennyit meg sem vehet. Csodát látó gyermek szemekkel ámuldoztunk mi gyermekek. Itt járt az angyal. Ó, de hányszor itt járt az Isten angyala, rajta keresztül jut a földre az örök Isten szent szava. Késő fia öröm hírével így lepte meg Zakariást, s így adta tudtul Máriának, ő szüli meg a messiást. A pásztorokhoz angyal szállt le, s elmondta, hogy a kisdedet hol találják meg Betlehemben, s égi kar zengett éneket, nagy fényességben, dicsőítve a mindenhatót menny urát, békét hirdette az embernek, kihez leküldte szent fiát. Angyalt ábrázol sok híres kép, festő elképzelés szerint. Védő angyalunk velünk lesz-e, ha veszélyben leszünk megint. Murillo képe másolatban ott lógott az ágyunk felett. Zúgó vízen át keskeny pallón két gyermeket angyal vezet. És nem az angyal szólal é a lelkiismeret húrjain, ha belső hangon arra késztet, segítsünk egymás bajain. Az Isten szavát tolmácsolja, és bátorít. Ne féljetek, de őt követni, szeretni, adni, mindenkor készek legyetek. Csengettyű szól, itt jár az angyal, itt jár ma is közöttetek. Karácsonyi örömhírt hirdet, szavára jól figyeljetek. Jézus legyen a középpontban, ki testet öltött, földre jött. Áldott legyen az ünneplésünk. Ő álljon mindenek fölött. Csendül az ég, angyali hang, ünnepi szó, égi harang, megszületett Jézus az Úr, csönd a világ, gondra vonul, zengi.
zene, zenje harang, szóljon a hír, szálljon a hang. Betlehem felett nyílnak az egek, mindenki jöhet hírnökeret. A magas egeken a harang szól, a magas egeken a harang szól. Hirdeti most Istenitek, Jézus az Úr megszületett. Csendül az ég, angyali hang, ünnepi szól, égi harang. Megszületett Jézus az Úr, minden világ térre vonul. Zenni az Úr, angyali hang, szólj hagyatok, mennyeira. Hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek és öregek. Szent üzenet, zengje harang, szóljon a hír, szálljon a hang. Betlehem felett nyílnak az egek, mindenki jöhet, hírnöke lehet. A magas egeken a harangszom, a magas egeken a harangszom. Hirdeti most Istenitek, Jézus az Úr megszületett. Csendje a világ, fényre borul, zengje harang, Jézus az Úr. Hallelujah, 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 hallelujah
Yeah.
hallható. Ezzel műsorunk véget ért. Békés, nyugodt, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kíván az Énekszóbaráti Kör. Köszönjük szépen a színvonalas előadást. Felkérem Újhely Juditot, a Polgáriak a Városért Egyesület felügyelőbizottsági elnökét, oszta meg velünk ünnepi gondolatait. Kedves egybegyűltek! Azért jöttünk össze, hogy a karácsonyra készülve meggyújtsuk a negyedik adventi gyertyát. Manapság, amikor a reklámok jóvoltából, minden médiából az árad, hogy a szeretetünket ajándékokkal fejezzük ki, hajlamosak vagyunk erőnkön felül költekezni, pedig nem erről kellene, hogy szóljon az ünnep. Az ünnep lényege az lenne, hogy a mindennapos rohanásból kiszakadva rácsodálkozhassunk mások értékeire, láthassuk gyerekeinket az iskolai közegen kívül, saját valójukban, mielőtt felnőnek, láthassuk szüleink, rokonaink szemében az örömet, amikor meglátogatjuk őket. Az ünnepléshez, a csodavárás öröméhez nem kell pénz, sőt, sok esetben el is rontja az, hiszen milyen öröm lehet abban az ajándékban, amelyet erőn felül hozott áldozatot az, aki adta. Jó adni, de nem belerokkanásig. Adni pénz nélkül is lehet. Figyelmet, szeretetet, bátorítást, jó szót vagy egy mosolyt.
Ezek soha nem fogynak ki, sőt egyre több lesz belőlük, minél többet használunk fel. Egy tál sütemény a magányos szomszédnéninek, egy telefonhívás a rég nem látott nagybácsinak, néhány csokoládé az ismerős gyerekeknek. Filléres dolgok, de mégis sokat érnek. Az ünnepek arról szólnak, hogy megpihenjünk, rácsodálkozzunk azokra a dolgokra, amik mellett évközben elrohanunk. Csodálkozzunk rá a világra és egymásra, s kívánom mindenkinek, hogy ez a rácsodálkozás és egymásra figyelés egész évben a következő karácsonyig kitartson. A Polgáriak a Városért Egyesület nevében kívánok békés karácsony és nagyon boldog új esztendőt a város minden lakójának. Köszönöm. Köszönjük szépen a tartalmas gondolatokat. Ünnepségünk zárásaként a gyertyagyújtás ceremóniájára kerül sor. Felkérem Újhelyi Judit, felügyelőbizottsági elnökasszony, hogy gyújtsa meg városunk adventi koszorúján a negyedik gyertyát. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, még időnk van, tegyünk jó mindenkinek. Köszönjük, hogy itt voltak, és együtt ünnepelhettünk. Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsony ünnepet!